Két határozottan jó formában lévő csapat találkozott az élvonalbeli kosárlabda bajnokság 22. fordulójában Zalaegerszegen. Ehhez képest az első félidő kifejezetten egyoldalú lesikeredett. A Falkó az első pillanatokban megkaparintotta az irányítást, és minőségi játékot bemutatva folyamatosan növelni tudta az előnyét. A szombathelyiek a nyitónegyed végén 6, míg a félidő zárásakor 13 ponttal jártak előrébb. A találkozó 23. percében pedig úgy tűnt, hogy minden eldőlt, ugyanis ekkor már 53-33-ra vezetett a vasi alakulat. A folytatásban azonban óriásit változott a játék képe, és a távolról remekül célzó hazaiak elkezdtek felzárkózni. Ez olyannyira jól sikerült nekik, hogy a 35. percben már csupán egyetlen pont volt a hátrányuk. Szerencsére a mérkőzés végjátékában a szombathelyek nem hagyták, hogy a zalaiak kiénekeljék a sajtot a szájukból, és a nehezen is, de 81-76 arányban megnyerték a váratlanul izgalmassá váló összecsapást. Egy nagyon nehéz mérkőzés volt, tudtuk, hogy az Ete egy jó csapat. Úgy érzem, hogy végig irányítottuk a meccset, de az Ete nem adta fel, és mindent megpróbált azért, hogy visszajön a meccsbe, de nagyon boldogok vagyunk, mert nagyot küzdöttünk a győzelemért. Győzelmének köszönhetően a Falkó továbbra is a tabella második helyén áll. Ráadásul a forduló egy másik összecsapásán a Körmend idegenben legyőzte az Élova Szolnokot, így pedig minimálisra csökkent a szombathelyek hátránya. A sárga-feketék pénteken 17 órakor éppen a nagy rivális Tiszapartiak otthonában lépnek pályára.